Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és igazából nem nagy szösszenet fog történni, csak annyi, hogy szeretném kipróbálni, ugye tegnap, azaz ma hajnalban, olyan 4 óra körül, aktiválódott a Genshin-nek a 2.5-ös patch-e, és szeretném első kézbe felvenni, hogy mi történik. Igazából ennyi a történet. Úgyhogy nemrég keltem föl, és így ennyi. Megfésülködtem, de az szerintem már nem annyira látszik, mert voltam kutyát sétálni, és kb. Ennyi. Úgyhogy nem nagy vasszizd, az fog történni. Ugye belépek a Genshinbe. Ugye látjátok, van elég primogem, úgyhogy fussunk neki. Mindjárt. Nyugodjunk meg. Igen, ő állítottam be. Az a lényeg, hogy ez azt jelenti igazából, itt már ezt el se kell olvasnotok. A lényeg, hogyha kétszer kiesik mondjuk ugye ezek a sárgák, ez az 5 csillagos fegyverek, és ha kétszer kiesik nem ez, hanem mondjuk a másik 5 csillagos, vagy teljesen másik 5 csillagos fegyver, akkor a harmadikra garantáltan ki fog esni, azt hiszem. Ugye? Igen. Ennyi. Megcsinálom gyorsan a küldetéseket, amiket ugye a napi küldiket, azokat meg szoktam csinálni, mert az nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert a napi küldik, ugye, amit beszéltem is régebben, ugye gemeket adnak, amikből lehet pörgetni ezeket a karaktereket. Úgyhogy igen, ez nagyon fontos. Jó. Na. Ez is 10 gem jár. Tehát. Vegyünk az alsóról, Tomával. Tomát egyébként nekem is megvan Toma. Tök jó egyébként, hogy van pajzs, meg minden jóság. Véletlen kihúztam. Csak én nem szeretem az ilyen karaktereket, mert attól infarktusom van. Nagyon zavarnak ezek a... Hogy mondjam? Ájjaj. Szóval zavarnak az ilyen... nem kardos karakterek, de tényleg, engem mocskosul zavarnak, és egyszerűen nem tudok velük konkrétan mit kezdeni ezekkel a... Egyetlen, amit el tudok viselni, az a Raiden, de semmi más. Kipróbáljuk. Ő nagyon nagy kis aranyos kis íjász karakter, na az íjász karaktereseket tudok mit kezdeni egyébként, valahogy zavarják az agytekervényemet. De amúgy a jó kis healer. Engem igazából az elektrók tudnak valahogy így... csak lassú! Nem bírom egyszerűen... A mágusok azok tetszenek, azokkal tudok már mit kezdeni, de lassúnak érzem, tehát hogy... egyszerűen nem tudok tényleg azonosulni. Lassú, értitek? Egyszerűen... Majd nem tudom, mire gondolok. Tehát, hogy... Mert... Ott van a kezemben a bugi. Nem érzem, hogy haladnék. Például itt van az, hogy ti, ter, pim, ping. Értitek? Vagy másik. Ő szuppolt, de akkor is figyelj. Érted? Mire gondolok? Ő mage. Kicsit már lassabb. Erre. Értitek? Értitek már, miről beszélek? Remélem. Remélem, hogy értitek. Fissul is megvan. Hát, nem. Erős amúgy egyébként, de nem szoktam használni, mert... Nem gyűn be! Na. Félek, hogy Mikó is kicsit olyan lassú lesz, mint a... Mint öreganyám télen. De... Na nézzük! Próbáljuk ki. Most ő az... Oh, mennyi segítsége van. Aha, nem tudom, milyen képessége van, szóval. Aha. Hello! Az ultia. Hello!
Oké, értem. Megtetszett. Jó! Hello! Hello, Mizu! Hello! Historit megtekintjük. Én egyesével szoktam pörgetni, úgy nem tudom, jobban szeretem. Úgyhogy most pörgessünk egyesével. Csicsi. Hello! Hello! What? No! Really? Mennyi volt az elején? 9000? Vagy 40? 42? Tehát egy 10000 ráment? Sír a lelkem. De tényleg. Fegyver bannerból szukróz? Oké.
Azt el... Az Eugene? Oké. Na... Jó vagyok. Egyébként. Na jó, most elég volt szerintem. Mikor lehet újra venni? 12 nap múlva. Van egy pár. Szerintem ez nem rossz. Bárki bármit mondjon, ez nem rossz. Amúgy. A szerencsémmel, Dick. Csicsi! Oké. Mindenem elveszett. Mindenem! Jó van. Akkor most így szerintem megiszom a kávémat. Elhörpingetem. Aztán... Szó se róla. Na. Szóval. Visszatért. Visszatért a szerencsém. Nekem így szoktak hullani az öt csillagosok. Ezért mondtam, hogy nekem ez nagyon fura, hogy nekem nem esik normálisan, ahogy szokott. Na, csak visszatért. Három csillagbigyó, végre kiesett. És nem is sokat költöttem rá. Vagyis de, így, ha így vesszük. Oké. Kijött 4 darab 4 csillagos. 5. 3 fegyver és 2 karakter. Ja. 62 darab pörgetés, és aztán jött egy 5 csillagos. Aztán jött, ugye, mit mondtam, a 8-ra megint egy 5 csillagos, aztán a 18-ra megint egy 5 csillagos. Tehát egész jól jártam.
akkor durván 90 pörgetés alatt nekem jött 4 darab 5 csillagos fegyver. De most ebből a bannerből 3 5 csillagos és 2 darab karakter, Yaemiko ugye, és akkor itt közöttük azért volt különbség, tehát hogy ebben a bannerben jelen pillanatban 165-öt, vagy 155-öt? Valahogy úgy. 155-165-öt pörgettem, most így csatszoljuk le, és abból 5 darab 5 csillagos jött. Úgyhogy újra elkezdhetem gyűjteni a gemeket, mert kifogytam. Vagyis nem fogytam ki, még jó sok van, csak nem szeretem. És nekem az volt a tervem, hogy 50 ezerig felmegyek a gyűjtögetésbe. Nem szoktam venni gemet, hogyha itt tartunk, köszönöm. A napi 90-es ilyen izénken kívül. Na, örülök magamnak. Úgyhogy húzni fogom Yaemikót, igazából most már majdnem maxos, úgyhogy még a cuccokat kell neki szereznem egy kicsit jobbakat, sőt, sokkal jobbakat. Úgyhogy igazából nem, annyira nem készültem fel rá, hogy kijön, de... Azért na. Jól van! Köszönöm, hogy megnéztétek, legyetek itt ilyen a Miharu szerencse, aztán néha bejön, néha nem. Egyik bannerben nagyon szerencsés vagyok, a másikban nem, de úgy értem, hogy ilyen fegyverre gondoltam, fegyver és karakter. Általában karakter bannerben vagyok nagyon szerencsés, most ez fordult a kocka, úgyhogy most mondom, 8-18 pörgetésenként kijött 5 csillagos fegyver, úgyhogy amit a bannerből ki lehetett húzni, én azt kihúztam. Úgyhogy üsse, kavics, ágya, vigye, jók legyetek, sziasztok, találkozunk legközelebb is. Ha még szeretnétek ilyeneket látni, vagy esetleg live-ban, akkor jelezzétek felém, és akkor majd lesz ilyen. Úgyhogy igazából ennyi lettem volna, jók legyetek, és sziasztok. Vagyis sziasztok.